módosítottuk a GDP prognózisunkat a teljes előrejelzési horizonton. Az idei évben 4,4%-os GDP növekedés várunk, 3,5%-a mérséklődik 2019-ben, és 2020-ban pedig 2,8%-os a GDP prognózisunk. Miből épül ez fel? Ugye az előbb említettük, hogy nőnek a bérek, nő a rendelkezésre álló jövedelem, ezek a pöttyök reprezentálják a reál rendelkezésre álló jövedelemnek az emelkedését, és a szaggatott vonal pedig a fogyasztásnak az emelkedése. Tehát jól látható, hogy kéz a kézbe jár, nagyjából arra számítunk, hogy ez a rendelkezésre álló jövedelemnek bővülése, ez majd támogatni fogja a fogyasztásnak az emelkedését. Emellett a háztartásra nem csak fogyasztanak, hanem a beruháznak is. A lakáspiaci ciklus az a következő negyedévekben továbbra is pozitívan fog majd hozzájárulni a gazdasági növekedéshez. 2020-ban ugyanakkor arra számítunk, hogy a háztartásoknak a lakásberuházása visszaesik a jelenlegi törvényi szabályozás figyelembevéve. Vannak ezen kívül nagy beruházások, ezek részben elsősorban járműgyártás, de van azért vegyipari beruházás, gyógyszeripari és orvosi eszközök, mezőgazdasági beruházások, amik kiteszik ugye a GDP 4-5%-át. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy volumenű, nagy beruházási csomag, ami jelen pillanatban vagy átadás előtt áll, vagy a következő időszakban fogják majd elkezdeni az investíciókat. Tehát a nagy beruházások is majd hozzá fognak járulni a bruttó állóeszköz felhalmozásnak az emelkedéséhez, jellemzően az előrejelzési horizont első felében. Tehát pont azért, mivel ezek a nagy beruházások 2019-re többé-kevésbé le fognak zárulni, ez a magas bázis is majd hozzá fog járulni ahhoz, miért gondoljuk azt, hogy 2020-ban vissza fog esni a beruházás az előző évazonos időszakhoz képest. Nagyon fontos tényező ezen kívül a beruházásoknál még az effektív EU forrás felhasználás. Ugye különösen 2016-ban nagyon élesen elvált egymástól a cash flow pénzforgalmi szemléletben az EU pénznek a leírása, illetve az EU pénz, ami effektíve dolgozó segít teljesítmény finanszírozott. És ekkor vezettük mi be ezt az effektív EU pénz felhasználást, ami azt mutatja már meg, hogy a GDP arányában mekkora az összeg, ami valóban becsatornázódik az adott évben a reálgazdaságban. Ugye itt látható, hogy 2015-ről 2016-ról ugye volt egy markáns csökkenés, ez hozzájárult ahhoz, hogy 2016-ban vasulta meg a gazdaság. Előre tekintve, hogy egy ilyen nem lineáris előrejelzésünk van ezzel kapcsolatban, de hogyha az előző prognózisunkhoz viszonyítunk, akkor alapvetően egy egyenletesebb EU pénz felhasználást várunk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az idei évben az effektív EU felhasználást egy kicsit lejjebb vettük, és 2020-ban pedig egy kicsit feljebb. Tehát nyilván ez is az oka, hogy 2020-ban nem 2,7%-os, most már a GDP prognózisunk van a 2,8%-os. Ez nem csak az állami beruházások szempontjából fontos, hanem a vállalati beruházások szempontjából is, mivel ugye kormányzati elköteleződés az, hogy 60%-a az EU pénzeknek azok az üzleti szférába áramoljanak. Jelenlegi számításunk szerint ez 45%, tehát a következő időszakon fognak majd felpörögni várhatóan az üzleti szférát támogató EU forrásoknak a kifizetései. A fiskális politikát tekintve az látható 2019-ben és 2020-ban, hogy a fiskális impulzus az negatív lesz, vagyis az elsődleges egyenlőnek a változása, amit mi fiskális impulzusnak tekintünk, és ez azt jelenti alapvetően, hogy a költségvetési politika egy anticiklikus jelleget vesz föl. Folytatódik ezen kívül a vállalati szektornak a bővülése, és ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy alapvetően az előrejelzési horizontunk elején egy dinamikus bruttó állóeszköz felhalmozása emelkedésre visszállhasson. Az exportpiaci részesedésünk, ugye ez a szaggatott vonal, ez az import alapú külső keresletnek az alakulása, itt számítunk egyfajta lassulásra. Alapvetően a bejövő adatok azok kedvezőek voltak az exportpiacainkban az első negyedévben, de mi is látjuk azért, hogy nagyon jelentős kockázatot övezik a nyugat-európai konjunktúra alakulását, tehát itt elég óvatosak vagyunk a külső piacokkal kapcsolatban. Azonban, ahogy mutattam az előző csártokon, nagyon jelentős FDI beruházások, külföldi működőtőke beruházások
lesznek végrehajtva Magyarországon a következő negyed években, vagy befejezve, és amikor ezek az exportpiaci kapacitások elkezdenek majd termelni, az azt fogja eredményezni, hogy az exportpiaci részesedésünk emelkedik. Vagyis azt látható, hogy még a külpiacoknak a dinamikája az várhatóan lassul, a hazai export többé-kevésbé tudja hozni majd a korábbi dinamikára, a 2020-tól származott számítunk egy pici lassulásra, de alapvetően ezt a jelenlegi szintet hozzá fogja tudni tenni a GDP-hez. Ugye, hogyha a netto export vizsgáljuk, akkor egy picit más ugye a kép, hogyha összerakjuk azt, hogy a tartós termékeknek a fogyasztása fog nőni. Ezen kívül a beruházások szintén jelentősen hozzá fognak járulni a GDP-hez, akkor az a következtetés ugye, hogy a belső keresletnek a legimport intenzívebb része fog emelkedni a következő években. Pont ezért arra számítunk, hogy az idei évben negatívan fog hozzájárulni a netto export GDP növekedéshez. Ebben a fordulatot majd a 2020 fogja hozni, amikor ugye a beruházásaink is alacsonyabbak lesznek, emellett még az exportkapacitások már kiépültek és termelnek. De rövid távon az látható, hogy a fogyasztás és a beruházás lesz a gazdaságnak a húzóereje. A folyófizetési mérleg egyenlegünk az a stabilan felmarad az előrejelzési horizonton. Ugye ez 2016-ban érte el a csúcsát, ugye 5%-on, és a várakozások szerint mérséklődik ugyan, de tartósan pozitív tartalmányban marad a folyófizetési mérleg a többletben. A költségvetési egyenleg az változatlanul messze elmarad a 3%-os deficit küszöbtől, és az államadóság ráta is folytatja csökkenő pályáját az előrejelzési küszöbtől. Itt láthatóak a fő számaink, de ezzel senki nem szeretné mutatni, mint benne van a jelentésben. A fő üzeneteket sem fogom még egyszer elmondani, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a figyelmet. Köszönöm.